Megújul az idős otthon. Gyöngyösi lelkész a helyi gyülekezet élén. Szőlőrürgy fakadás ünnepe Abasáron. Jó estét kívánok, ez az aktuális április 29-én, jönnek híreink részletesen. Pályázati támogatásból újulhat meg az idősek bentlakásos otthon a Gyöngyösön. A 100 idős embernek otthont adó intézmény korszerűsítésére 180 millió forint támogatást nyert a Kistérségi Humánszolgáltató Központ. És 180 millió forintot nyert az IBÓ. Réti Béla alpolgármester és Maka Piroska, a Kistérségi Humánszolgáltató Központ igazgatója lakógyűlésen jelentette be az otthon lakóinak, hogy hamarosan nagyszabású építészeti és gépészeti felújítást hajtanak végre az épületen, korszerűsítik a tárgyi eszközöket és kívülbelül akadálymentesítenek. A munkálatokat pályázati támogatásból 180 millió forint uniós forrásból valósítják meg. A felújítás elsődleges célja a rezsiköltség csökkentése és a komfortosabb környezet kialakítása. Az egyik legfontosabb és a pályázati támogatás legnagyobb részét felölelő energetikai korszerűsítés lesz, ami a külső nyílászárók teljes cseréje, a fűtés és világítás korszerűsítését rejti magába. Ez azért nagyon fontos, mert az intézmény, az épület költségei, üzemeltetési költségei a számításaink szerint jelentősen csökkenni fognak. Mintegy 45%-os energiaköltség megtakarítással számolnak, ami az intézményi térítési díj csökkenését is jelenti majd, mondta az igazgatónő. A felújítás során új közösségi tereket alakítanak ki, lesz teakonyha, és újdonság lesz az imaterem, amit a lakók kérésére alakítanak ki. Felújítják a lakószobákat is, amelyeket nővérhívóval szerelnek fel, és nagy fedett teraszt építenek. Az intézményben dolgozóknak pedig női férfi öltözőket alakítanak ki. Az építési munkálatok idejére a lakókat el kell majd költöztetni az épületből, az ideiglenes otthonról is döntöttek már a vezetők. Fölmértük a szobajöhető és lehetséges ingatlanokat, és itt a épülethez képest a lehető legközelebb eső a kórház valamikori belgyógyászati osztályát elhelyezésére szolgáló épületet választottuk ki. Ez egy kétszintes épület, akadálymentes épület, jelenleg üres. Fölmértük, hogy milyen átalakítási és egyéb sürgősen elvégzendő munkálatok vannak ebben az épületben. A támogatási szerződés aláírását követően megkezdik az átmeneti elhelyezést biztosító épület rendbetételét, ennek költségeit is beépítették a pályázatba. Az átköltözés után kezdődhet a rekonstrukció. Eldre láthatólag jövő tavasszal költözhetnek vissza az idősek felújított otthonukba. Az országos átlagnál is rosszabb a demográfiai helyzet Heves megyében, állítja a Jobbik a 2011-es népszámlálás adatai alapján. A párt szerint a gyermekvállalást kellene ösztönözni adókedvezményekkel és a munkakörülmények könnyítésével. Közel másfél millió ember hagyta üresen a nemzetiségre vonatkozó rubrikát a legutóbbi népszámlálás során, mondta Gyöngyösi sajtótájékoztatóján Schneider Tamás jobbikos országgyűlési képviselő, aki szerint ez azt jelenti, hogy a magyarok közül sokan nem tartják fontosnak nemzeti hovatartozásukat. A képviselő a demográfiai adatokról azt mondta, a népességfogyás mindenütt jellemző, de Heves megyében az országosnál is rosszabbak az adatok. Az országos adatokhoz képest Heves megyében még rosszabb a helyzet demográfiai szempontból, ugyanis míg országosan 30 év alatt 7%-kal csökkent a népesség száma, addig nálunk Heves megyében ez 18%-ot jelentett, ami több mint kétszerese az országos átlagnak. Schneider Tamás szerint a megyében 80 ezeren 60 év fölöttiek, és egyre kevesebb gyermek születik. Ezért is szeretné a Jobbik, hogy könnyítsék a családanyák munkavállalási körülményeit. Tegyék lehetővé az állami szférában a gyermekes családanyáknak, hogy 4 órába dolgozhassanak, vagyis fel lehessen ajánlani nekik ezt a 4 órás munkalehetőséget, hiszen megdöbbentő, hogy Magyarországon a dolgozónők 89%-a 8 órában dolgozik, míg mondjuk Dániában ez 6%, Nyugat-Európában átlag 30-40%, és még a környező országban is mindössze 70%. Emellett pedig a Jobbik azt is szeretné elérni, hogy a kormány tegye teljes körülvé a családi adókedvezményt, amivel a képviselő szerint jelenleg sokan nem tudnak élni. Gyöngyösi születésű lelkészt választottak a helyi gyülekezet élére.
Hálaadó ünnepi istentiszteleten iktatták be a hétvégén Kenyeresi Károlyi református lelkészt. Az evangélium hirdetésének ügye nem állhat meg, mondta az igehirdetésben dr. Szabó István püspök, utalva a gyöngyösi református egyházközségben történt lelkészváltásra. Kenyeresi Károly tavaly januártól szolgál Gyöngyösön, a gyülekezet korábbi lelkésze, Kéri Tamás, ekkor vette át a szolgálatot a csepeli gyülekezet élén. Az ígét hirdető püspök elmondta, szeretné, ha a gyöngyösiek a gyöngyösi születésű lelkész személyében ajándékot kapnának. Kenyeresi Károlyt Sipos Bulcsú Kadosa Esperes iktatta be. Beiktatlak téged a Gyöngyösi Református Egyházközség lelkipásztori tisztségére. Ennek jeleképpen átadom neked az egyházközség pecsétjét és a templom kulcsát, mint szolgálatod és felelősséged szimbólumot. Majd átnyújtotta szolgálata és hivatása forrását, a Szentírást. A ceremónián résztvevő lelkipásztorok egy-egy igével kértek áldást a beiktatott lelkészre. A városvezetése nevében dr. Réti Béla alpolgármester köszöntötte az új lelkészt, aki örömtelinek nevezte, hogy abban a városban gondozhatja a rábízott közösséget, ahol felnőtt. Oly módon gondozhatja ezt a gyöngyösi gyülekezetet, hogy talán jól ismeri lelkiségét, jól ismeri itt élő emberek szokásait. Kenyeresi Károly elmondta, sokat jelent számára, hogy most ott élhet, ahol az igét tanulta, és most visszatérhetett igét hirdetni szülővárosába. Ahogy így visszapörgettem az eseményeket, a váltógyára, a szembeni dőlőúton kaptam először egy élményt. Isten, ha te vagy, mondtam, kis gimnazista fiatalként, utasd meg magadat, szólj hozzá. A beiktatott lelkészt új palástal lepte meg a gyülekezet. Illatos borokkal és színes programokkal várták a hétvégén az Abassára látogatókat. A helyiek a jó termés reményében ünnepelték meg a szőlőrügy fakadását. A tavalyi borok bemutatása mellett kecskesajt kóstoló és zenés programok várták azokat, akik hétvégén ellátogattak Abassára, a szőlő és rügyfakadás ünnepére. A kikapcsolódás mellett a rendezvény szervezői a hagyományok ápolását is szem előtt tartják. A rügyfakadás egy olyan tulajdonképpen hagyomány, amelyben szeretnék őrizni az oltvány áldást, hogy jó szőlő termés legyen, és szép legyen a bor is. A borászok azt mondják, most még korai lenne megjósolni, milyen lesz az idei termés. Sok minden függ még az időjárástól. Szükségünk lesz a nyári időszakban is a csapadékra. Hála Istennek idén tavasszal ez most pótlódott, illetve szükségünk van a sok napfényre, napsütésre és a meleg órákra. A borkedvelők a nap folyamán pincelátogatásokon is részt vehettek. Azok, akik nem csak kóstoltak, hanem borbíráló lapokon értékelték is a nedüket, sorsoláson vehettek részt. A fődíjat Abassár osztrák testvérváros ajánlotta fel. Egy két személyre szóló Zéfeld Kadolci hosszú hétvégét ajánlottunk fel. A fődíjat azok között fogják kisorsolni, akik borbírálói lapot töltöttek ki a meglátogatott pincék egyikében. A rendezvényen részt vett Kászon község polgármestere is. Abassár és Kászon kapcsolata több mint 20 éves múltra tekint vissza, és minden alkalmat megragadnak a találkozásra. Én Abassáron most már lassan úgy vagyok az eltelt 20 év alatt, hogy én már otthon vagyok. Tehát én örökké kellemes élményekkel megyek vissza Abassára. Én nagyon itthon érzem magam. Ugye akárhogy nézzük, tehát a Katona és Bordal Fesztiváltól, a mostani Abassári Olasz Rizling rügyfakasztó akcióval végezvén, tehát itt csak örökké kellemes emlékekkel térünk vissza. A borászok remélik, az időjárás kegyes lesz hozzájuk, és jó alapanyagból készülhetnek a 2013-as borok. Művészeti délutánt tartottak a Berzenagy János gimnáziumban. A téma ezúttal Faludi György művészete volt. A közel 25 diák zenei produkciókkal és versekkel készült az eseményre. Újdonságképpen idén a táncművészettel bővült a kör. Közel 25 művészi hajlammal megáldott diák, zenei produkciók, versek. Megrendezték a hagyományos irodalmi képzőművészeti, zenei összművészeti délutánt a Berzenagy János gimnáziumban. Idén a táncművészettel is kibővült a kör. A művészeti önképzőkör tagjai saját szerzeménnyel készültek erre a napra.
Idén Faludi György művészete állt a középpontban. Az előzőekben volt már Villon, József Attila. Azt hiszem, hogy Faludi igazán most időszerű a Magyarországon egy kicsit emlékeznünk Faludira, hát ha a diákokban is ébreszt ezen túl menő gondolatokat is. Sok tehetséges diák jár az intézménybe, így nem volt nehéz összeállítaniuk egy-egy produkciót, mondja Obúdi András. Többnyire zenei produkciók, ugyanis az volt a kiírás, hogy valamelyik faludi verset kell megzenősíteni, szabadon választhattak a diákok. Ha csak annyit értünk el, hogy elolvasták a faludi köteteket, hogy keressenek verset, már akkor nyertünk. Kovács Ákos és társai Faludi, te azt, ami van című versét választották és dolgozták fel. Nem túl hosszú keresgélés után sikerült ráakadnunk erre a versre, ami a te azt, ami van című címet viseli. Tehát erre így rátaláltunk, és én erre írtam egy dobozgitáron, megírtam egy alapvető kíséretet, meg egy dallamot, és akkor a srácokkal ezt összedolgoztuk, és akkor így ez jött össze belőle, és nagyon örülünk, hogy van ez a rendezvénysorozat a Berzében. A gimnáziumban egyébként egy másik művészeti bemutató is van, közel 200 diák szerepel a selejtezőkön, és onnan majd több mint 100 diák kerül a művelődési házban tartott gála műsorba, tette hozzá a szervező. Gyöngyösön rendezték meg a férfi NB2-es felnőtt röplabda bajnokság döntőjét. Az esemény idén először bővült ki a dunántúli csapatok részvételével, tudtuk meg Farkas Lászlótól, a hazaiak edzőjétől. Ezt a döntőt próbáltuk ide összehozni Gyöngyösre. 6 csapatra terveztük, és sajnos tegnap este 9:30-kor kiderült, hogy a Nyíregyháza nem tudja vállalni a mérkőzéseket, így 5 csapat jött el a helyszínre. Kelet-nyugat gálának hívjuk ezt, a bajnoki regionális döntő. Ezt úgy kell venni, hogy ez az NB2-nek felel meg ma jelen pillanatban Magyarországon. A gyöngyösi csapatból Dobos Máté az első mérkőzés után úgy vélte, akár az aranyérem megszerzése is lehetséges ezen a napon. Én például még nem játszottam egyik csapat ellen se az Alegerszeggel, se a Győrrel. A Győrnek a csapata az a NB2 juniorba szerepel ugyanezzel a csapattal, Laci ismeri őket. Én még nem játszottunk ellenük, reméljük, hogy hát ugye itt ez egy összevont kelet-nyugat döntő, és akár elsők is lehetnék. A Gyöngyös jól kezdett a tornán, és az első Miskolc elleni összecsapást magabiztos 2-0-ás győzelemmel hozták a fiúk. A folytatásban egy megingás következett a Zalaegerszeg ellen 2 arányú vereséggel, majd Farkasék újra lábra kapva a Győrt 2-0 arányban legyőzték. Az erőlét hiány azonban az utolsó Debrecen elleni mérkőzésen megmutatkozott, és a 2-0-ás vereséggel a dobogóról is lecsúsztak a mátráiak. A tornát a Zalaegerszeg nyerte, megelőzve a Debrecen és a harmadik Győr csapatait. Lapértesülések szerint akár 130 forinttal is drágulhat egy doboz cigi a tervezett 10%-os minimumárrés következtében. A július 1-jével induló nemzeti dohányboltokban így akár lehet, hogy már 900.000 forintot is elkérhetnek egy doboz cigarettáért. A piaci elemzők egy része és a Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetsége egyaránt attól tart, hogy az emelés a fekete piac fellendülését hozza magával. Bruttó 5-5 forinttal emeli a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát csütörtökön a MOL. Az emeléssel a benzin átlagára 409 forintra, a gázolajé pedig 413 forintra emelkedik. A MOL a múlt héten bruttó 2, illetve 3 forinttal csökkentette a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát, és az előző 2 hétben is több alkalommal mérsékelte az üzemanyagok díját. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek a hét első kereskedési napján a budapesti értéktőzsde részvényei. A Magyar Telekom 415, a MOL 15.820, az OTP 4.588, a Richter 33.625, a TVK pedig 1.970 forintba került a nap végén. A tőzsde hivatalos indexe a BUX múlt pénteki záróértékéhez képest 103 pontot emelkedett, és 17.960 ponton zárt. Az aktuális végén híreink még egyszer röviden. Lakógyűlésen jelentették be, hogy pályázati támogatásból újulhat meg a gyöngyösi idősek bentlakásos otthona. A Jobbik szerint drámai a népességfogyás Heves megyében. Beiktatták Kenyeresi Károly gyöngyösi református lelkészt. Abasáron a jó termés reményében ünnepelték meg a szőlőrügy fakadását.
művészeti délután tartottak a Berzsenyi János gimnáziumban. Köszönöm figyelmüket, híreinket megtalálják a www.gyongyostv.hu oldalon is. Aktuálisan legközelebb holnap jövünk majd a szokott időpontban, addig minden jót, a viszontlátásra!